megszállt Franciaország, 1941. A Hungarovideo bemutatja a 10. című amerikai filmet. A Szovjetunió sikeres megszállását követően megtörtént a... Szereplő: Anthony Hopkins, Sinkó László. Az úgynevezett ellenállási mozgalmat tegnap súlyos csapás érte. Ismét leleplesztek egy... Jó reggelt, Kristin Scott Thomas, Vándor Éva. És Derek Jacobi, Tahitót László. Zene: Lee Holdridge. Fényképezte: Alan Hume. Televízióra alkalmazta Lee Langley. Jó reggelt, Monsieur Chabel. Jó reggelt. Jó reggelt, Monsieur Chabel. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Készült Graham Greene a 10. című regényéből. Az új német pénzügyi rendelkezések, Monsieur Chabel. Rendezte Jack Gold. Jules, a számlát. Azonnal, Monsieur Chabel. Thank you.
már, kifelé, gyorsabban, te is, nem hallod, gyorsabban, kifelé, nem hallod, gyere már, mozgás, kifelé. Hol vagyunk? Szerintem ez nevetséges. Két a parancsnok. Jó, jó, biztos tévedés történt. Én ügyvéd vagyok, beszélni akarok valami vezetővel. Követelem, hogy vezessenek a parancsnokhoz. Gyorsan, gyorsan, befelé. Gyerünk, mozog már. Mozog már, mit képzelsz? Ébreton, mennyi az idő? 8:50. A fenét, 8:40. Szép régi darab a magáé, de ha nem pontos, csak múzeumban való. 8:40 van. Az ilyen boltban vásárolt vacak, mint amilyen a magáé, előbb-utóbb úgyis ki is kisez. Az enyém viszont örök életű. 8:50. Magának jól ellátták a baját. Igen. Ki... Két a parancsnok, beszélnem kell vele. Még nem láttuk. Én nem csináltam semmit, semmi okuk, hogy itt tartsanak. Senki sem jó szántából van. Ugyan mit siránkozik? Nem vette még észre, mi folyik itt? Időnként kirohannak, és összefogdosnak néhány embert, aki épp arra megy. Bezsupolnak és hűvösre tesznek, aztán kiengednek. Nagyon egyszerű. Az ellenállók bármilyen akciójára a németek főbe lőnek néhány tuszt, hogy meglegyen az egyensúly. Tudja, szerintük ez célra vezető. Azt hiszik, így helyreállítják a törvényt. És ezért vagyunk mi itt? Lássuk csak. Ismer valami befolyásos embert? Esetleg egy ezredest? Nem. A Führer biztosan kivinné innen. Senki sincs az udvaron? Nincs senki. Így szokták végrehajtani. Lemasíroznak az udvarra, és oda hátra mennek. Aztán hallani a lövéseket. Úgy tűnik, csak mi vagyunk itt iskolázottak. Sok a sofőr, eladó, trafikos, segédmunkás. Michel Manzsó hivatalnoknak mondja magát, de munkanélküli volt, amikor behozták. Ami engem illet, én polgárember vagyok. De nem hiszem, hogy a trikolór jól festene rajtam. De valamit csak tehetünk. A törvény itt is létezik, és megvédi az ártatlanokat. A fiam biztos nem osztaná a véleményét. Ő azt tartja, hogy a pénz beszél, csak a megfelelő marokba kell csúsztatni. Mindenki befelé! Itt a moslékevés. Állj! Legalább értesíthetném valami ismerősemet. Engem a fiam már biztos eltemetett. Tán a családi ezüstöt is eladta már. Tovább! Állj! A helybéli céllövölde. Maga ölt már embert? Nem. Soha nem öltem még. De rám se fogtak még fegyvert. Tovább! Tehát, benne vagytok?
Én ráhívok két gombot és egy cipőfűzőt. Beszállok két cigarettával. Két cigaretta. Én felteszem a mellényemet. Én meg a sapkámat. Helyes, akkor én kénytelen vagyok a nadrágomat feltenni. Szintúgy. Két pár. Látni az őröket? Általában igen. Reggelente. Igen. Láttam már, hogy valakit... Igen. Reggel 7-kor. Aj? Akkor szokták. A helyszínt látta? Igen. Fapóznák és egy kőfal. A falból ugyan már nem sok maradt. Tel is tele van lyukakkal, szörnyű. Meg szilánkokkal. Pocséklevészeik lehetnek. Elég, ha egy talál. Csak egyszer jártam Párizson túl. Fontainebleau-ban. Ott töltöttem egyszer, egy napot. Az anyámmal és a húgommal. Szép volt. Szerettem volna utazgatni. Maga biztos sokfelé volt. Nem igazán. Csak a katonaságnál. De nem nagyon jutottam messzebb a határnál. Engem nem vittek be. Én már nem kívánkozom csak Saint-Jean-de-Brinacba az otthonomba. Körülbelül úgy talán egy órányira Párizstól. Szép, igaz? Igen. Fogadok valóságos kúria. Valóban érdekes. Régi ház. Lehet, hogy tudok magának egy fényképet. Ne, adja csak. A maga háza nem az enyém. Az apámé volt előtte, meg az ő apjáé. Az apám halál óta pedig az enyém. Az apjának mi volt a foglalkozása? Ügyvéd, mint hogy a nagyapámnak is. Biztos így van rendjén, de kissé unalmasnak tűnik. Nem. A törvényre lehet számítani. Az olyan, mint a barátok, vagy a család. Sosem hagy cserben. Ha csak nem a rosszul találnál. Kaptál ott, fúj! Nem azt mondta, hogy reggel 7-kor. Mennyi az idő? 6:30 van. Azt hittem már több. Több is. 20 perc múlva 7. A maga vacakja egy ócska vas. Jönnek! Közlendőm van. Az éjjel erőszakos akciók voltak a városban. Meggyilkolták a katonai kormányzó másodparancsnokát. Továbbá egy biciklis lányt. A lányt illetően semmi kifogásunk. A franciák felőlünk öldöshetik asszonyaikat, ha így tartja kedvük. Kötelességünk viszont megtorolni minden német tiszt elleni merényletet. A következményekért csak az úgynevezett ellenállásukat okolhatják. Ennek értelmében azt a parancsot adtam, hogy minden tizedik foglyot főbe kell lőni. Maguk 30-an vannak, tehát 3 fővel járulnak hozzá. Nekünk teljesen mindegy, hogy ki az a 3. Ezúttal maguk dönthetik el, hogy ki. A kivégzés a szokott időpontban holnap reggel 7-kor lesz. Nos, mit tegyünk? Van jelentkező? Sorsot húzunk. Ha csak nem úgy döntünk, hogy az menjen először, aki a legöregebb. Nem volna helyes. Nekünk már úgyis mindegy. Eleget éltünk. Nem egészen. Sorsot húzunk. Ez a legtisztességesebb eljárás. És hogy csináljuk? Feldobunk egy pénzt? Úgy nem lennének egyenlő esélyeink. Marad a sorshúzás.
Ez a levél épp jó lesz. A hátoldala üres. De miért adjuk hármat egyért? Ez nem fair. Én nem megyek bele. Ragaszkodnunk kell hozzá, hogy beszélhessünk egy felettes tisztel. Így nem jó, látszik, hogy melyik van megjelölve. Kéne egy cipő, vagy valami, amibe belerakjuk. Crownnak van a legnagyobb lába. Kihúzzon először. ABC sorrendben. De visszafelé. Na, mert te az elején vagy. Az Isten szerelmére. Hát muszáj ezen vitatkoznunk. Hol van, na? Van valaki V előtt? Senki? Jó. Kezdtem. Hát ez van. Ó, az ennek pehje volt. De ezzel javultak az esélyek. Nos hát, ki következik? U, T, S? A fenében mi különbség van? Úgyis mindenkinek húznia kell, gyerünk rajta! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ki a tizedik? Manzsó, te jössz! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Csatlakozhatom. 24, 25, 26, 27. Megnézte! Nem néztem meg! Megnézte meg! Jöjjön, üljön ide közénk, Mr. Chavel. Úgy volt, hogy én nem is húzok. Jöjjön és üljön le. Úgy sem tehet ellene sem. De miért? Én ártatlan vagyok. Próbálja meg úgy felfogni, Mr. Chavel, hogy ha nem most, akkor máskor. Egyikünk sem él örökké. Hát nem kényszeríthetnek rá, hogy nem kedem! Ez nem rajtunk múlik, vagy igen? Nem kényszeríthetnek rá! Százezer frankot adok egy üresért. Kinek kell? Százezer frankot adok, kérem. Százezer frank. Kérem. Könyörgök, százezer frank. Nem értik. Százezer frank. Mi? Tessék, százezer frank. Senki sem adja az életét olyan pénzért, amit sose fog élvezni, nem gondolja? Odaadom mindenem. Ami van. A földemet, a házamat, mindent. Kérem. Senki se akar meghalni. Akár gazdag, akár szegény. Úgyhogy fogja be! Folytassa csak. Lehet, hogy elfogadom az ajánlatát. Százezer frank. A földem, a házam, mindenem, amin van. Mekkora a vagyona? Ne gúnyolódj vele. Nem gúnyolódom, tárgyalok. Átveszi a helyem? Igen, átveszem. És mi hasznod lesz a pénzéből, ha egyszer meghalsz? De ott van az anyám és a húgom, rájuk hagyhatom. Nekem ez nem tetszik. Mi nem vehetjük meg az életünket. Ő miért? Ha van pénzed, akkor azt teszel, amit akarsz. Megvenni egy másik életet. Miért ne? Ez nem tisztességes. Miért nem tisztességes hagyni, hogy azt tegyek, amit akarok? Gazdag emberként halok meg. Ha tisztességes, ha nem, ez az én ügyem.
Induljon, üljön le. Mennyi pénzről van szó? 300 ezer frankról, úgy körülbelül. Körülbelül? Igen. Jó. És a birtok? Van a gyümölcsös, és van egy kis felvés. És mi van Párizsban? Csak az irodám, de az bérlem. Családja van? Nem. Szóval, a maga ügyvéd? Igen. Minden legyen szabályos. Szerkessze meg, hogy is írják. Adományozási jogirat. Úgy van. Írja a nevem. Michel Manzó. Michel Manzó. Én Jean-Louis Chavel. Michel Manzóra hagyományozom minden értékpapíromat, részvényemet, bankban lévő pénzemet, birtokomat, minden bútorával és tartozékával együtt, és a nevezett birtok örökös tulajdonjogát. Kellene két tanú? Nem maga. Jobb az élő tanú. Talán maga. Itt a tolla. Fura egy dokumentum. Adja már ide, hadd írom alá. Tisztességesebb tanút válasszon, ha azt akarja, hogy érvényes legyen. És most a végrendelet. Mindent anyámra és húgomra hagyok. Hogy fognak irigykedni majd a szomszédok? Úgy elküldi majd a húgomnak, ha végeztek velem. Éreztem, hogy egyszer gazdag leszek. Chavel? Meséljen a házamról. Egy mérföldre lehet, a falutól. Hány szoba van? Van egy társalgó, egy ebédlő, a hálószoba, a dolgozószobám és a konyha. Meséljen a konyháról. A házvezetőnőnk elég rendes volt. Mi lett vele? Hát azóta biztos elment. És bezárt mindent. Kert? Olyan, van egy szökőkút és rózsabokrok. Zöldséget termeszthetek? Igen. Van alma, meg szilvafák is. Van egy szép diófa is. Diófa? Igen. Milyen idős ház? 1780-ban épült. Kár. Tudja, az anyámnak baj van a tüdejével. Ó. Szerettem volna, ha modern. Nem jó ez így.
Nem voltam eszemnél. Vissza kell csinálnunk. Nekem semmi kedvem már ehhez az egészhez. Sorbálni naponta a vizelős vödörnél. Moslékot enni, köhögni ki a tüdőmet napról napra. És ha szerencsém van, visszakerülök az utcára. Így legalább a halálom stílusos lesz. Mosoly, de hallgasson! Nem engedhetem. Isten a tudója, mennyire nem akarok meghalni. De magának családja van. Igen. De az én családomban, ha azt mondjuk, hogy megteszünk valamit, az úgy is lesz. Már késő, megegyeztünk. Perc múlva 7. 7 óra 4 perc. Gyerünk! Megy, uram. Itt ugye nem fog találni senkit. Már évekkel ezelőtt bezárták.
Csodaszép gyűrű. Köszönöm. Köszönöm. Miért kell minden erre járó csavargónak betérnie ide? Bocsánat. Semmi baj. Gondolom ennivalót szeretne. Nem kérek sokat. Nincs is sok itthon. Onnét jön. Párizsban jártam, de ott nincs munka, úgyhogy gondoltam elindulok délnek. Ne hozza be a piszkot, most takarítottam. Levetem a cipőmet. Van egy kis ennivaló a konyhában. Merre menjek? Na, hol a... Micsoda? Az anyja. Hol az anyja? Honnan tud az anyámról? Hát a bátyja említette. Ismertem is hát. Igen. Honnan? Maga is ott volt a börtönben? Igen. Terez! El ne szólja magát, anyám nem tud róla. A halálát? A másik dologról, arról, hogy Michel hogy kapta ezt a birtokot. Mi a neve? Jean Perret. Maga ismerte? Persze. Azt a másikat? Persze, igen. Terez! Ki ez itt? Valaki, aki ismerte Michelt? Maga ismerte Michelt? Igen, azt mondta, keressem fel magukat, hogyha... De hát mindannyian mondtunk ilyesmit. Nagyszerű fiú volt. Ezt itt mind az anyjának vette. A kis buta. Jó volt nekem ott, ahol voltam. Volt 3 kicsi szobán Klisiben. Szép volt. De itt magányosak vagyunk. Túl sok ez itt kettőnknek. Nem hagyott eleget hátra, hogy kényelmesen élhessenek. Van, amit pénzért nem lehet megvenni. És lehet. Hát akkor adj neki enni. Ha csak ennivalót akar, akkor miért nem mondja? Nem hittem volna, hogy koldus. Nem vagyok koldus. Ki tudom fizetni? Van néhány frankom. Csak tartsa meg a pénzét. Itt nem jut vele semmire. Nézd az okniát. Van egy kis kenyér, meg sajt.
Beszéljen róla. Miserről? Mindenki kedvelte. Nem Miserre gondoltam, hanem a másikra. Arra, aki... Chaverre. Megnéztem a nevét a dokumentumokon. Jean-Louis Chaverre. Valami azt sugja, hogy beállít majd egy napon, mert nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy megnézze, mi lett az ő gyönyörű házával. Gyakran kopognak be magához hasonló idegenek, éhesen egy tál ételért. De ahányszor megszólal a csengő, mindig arra gondolok magamon, na most, most talán ő lesz az. És ha ő lenne? Szembeköpném. Ez lenne az első dolgom. Aztán megölném. Ha anyám nem lenne, felgyújtanám ezt a házat. Ilyen bolond volt Michel. Komolyan azt hitte, hogy inkább kell ez, mint ő. Én már félig halott vagyok. Én akkor éjjel, mikor lelőtték, felültem az ágyban, és éreztem a fájdalmát. Nem éjjel történt, hanem reggel. Nem éjjel? Nem. Hát akkor mi volt az a fájdalom, amit akkor érezte? Semmi. Sokszor előfordul. Azt hiszük, hogy jelent valamit, de később rájövünk, hogy nem. Az ember arra ébred, hogy fájdalmat érez, de aztán ez is megszűnik. Azt még nem mondta, hogy néz ki Chaverre? Nincs rajta semmi különös. Egy hétköznapi ember, olyan, mint a többi. Hétköznapi? Az. Tudja, azt mondja az írás, hogy bocsáss meg ellenségeidnek. Én képtelen vagyok. És egy napon meglátom majd az arcát. Azt hiszem, lassan mennem kell. Hová megy? Azelőtt mivel foglalkozott? Ha, semmi különös. Tisztviselő voltam a minisztériumban. És családja nincsen? Nincs. Nekünk el kellene egy kis segítség. Rengeteg dolog van itt. És ott a kert is. Nem hiszem, hogy én... Alantosnak találja az ilyen munkát, igaz? Nem, nem. A bére miatt pedig nem kell aggódnia. Gazdagok vagyunk. Igen. Talán maradhatnék egy darabig. Kerítek magának egy zoknit. Úgy látom, szüksége van rá. Mint mondtam, sok itt a tennivaló, de a legfontosabb, amiért fizetem, hogy figyelje Chaverret. Én nem tudom, hogy néz ki. Maga igen. Itt elalhat majd. Ez a cselédszoba. Azt hiszem, ha egyáltalán szoba ez. Látná az övét, be se teszem oda a lábam. Hiszen csak egy szoba. De tele van vele. A kőnéjének, meg a cipőpasztáinak az illata. Még egy leveses tál is ott van, kíváncsi vagyok, ki tehette oda. Az anyja, biztosan. Mit csinál azzal a képpel? Majdnem felbuktam benne, gondoltam, rendbe teszem. Csak porfogónak jó. Az a cirádás vacak. Szerintem szép kerül.
Nem akarja felakasztani valahová? Maga szeretné? Miért ne? Á. Jó. Na igen. Mit szólna hozzá, ha ide tennénk? Nagyon jó. Pont ott volt a hely. Holnap piacra megyek. Nem kér valamit? Például egy borotvát. Borotválja már le azt a szakállat, hogy lássam meg, hogy néz ki. Nem. Nekem tetszik. Szekeret kéne bérelni a falubeliektől. Messze van gyalog cipelni mindent. Én nem kérek tőlük semmit. Az az ő birodalma. Nem volt túl sok dolga velük. Honnan tudja? Hallottam, mikor a bátyának mesélte. Azt mondta, az itteni emberek feszélyezve érezték magukat vele. Nem szemben. Lett meg. De lehet, hogy azt mondta, hogy ő érezte magát feszélyezve. Tudja, hogy felnőtt egyre távolabb került tőlük. Valahogy így mondta. Sokat beszélgethettek. Igen. Az utolsó éjszakán Michel az egész életét leélte. Meséljen a házamról, mondta. A kertemről. Mondja, miért bajlódik azokkal a bokrokkal? Málna is piros rivízli. Nézze, milyen szépen hagyt. Butaság mindent a piacról hozni. A veteményesben megteremne mindenünk. Mindenük, ami csak kell. Kezdi egész otthonosan érezni magát, igaz? Ha. Itt kukszolunk. Ebben a konyhában. Minek vagyunk gazdagok? Igazi szolgák kellenének. Nem pedig csavargók az utcáról. Nem sótlan? Nem, finom. Hallja? Még a templomba se jutok el. Miért? Túl messze van. Sokszor már a lépcsőn felmenni is olyan nehezemre esik, mintha a hegyet másznék. Valamikor... Egy júliusi éjszakán az utcán táncoltam. Egész éjjel roptam. Másnap reggel 8-kor kinyitottuk a boltot, egész nap dolgoztam, és még csak el se fáradtam. Apád azt mondta, hogy olyan vagyok, mint egy pillangó. Mi segíthetnénk, ha gondolja. Támaszkodhatna ránk. Meglátjuk. Nincs Istennek mondani valóm. Anya nem érti, hogy miért nem járok templomba. Ha kérdezi, azt mondom, hogy elvesztettem a hitemet. De valójában a gyűlölet az, ami távol tart. Nem hagyhatom kint a fejemet a templom ajtóban, amíg én bent vagyok. Mert csak rá gondolok. Egész nap, egész éjjel. Csak ez éltet. Miért nem megy el időnként valahová? Hogy lásson valami újat is. A magunk fajtának nem szokás az ilyesmi. Á. Egyszer elmentünk Fontainebleau-ba, Michelle-le. Csodálatos nap volt. Anya szerette rázni a rongyot, de koldus szegények voltunk. Chavel mindig gazdag volt. Biztosan kemény, számító természetű ember. Miből gondolja?
Csak úgy véletlenül nem lesz valakiből gazdag ügyvéd. Tudja, örökölte az ügyvédi praxist. De soha nem volt más vágya, csak hogy visszavonuljon. Mint valami szélhámos. Aki fél, hogy leleplezik. Úgy beszél, mintha maga is gyűlölné. Nem, én csak megvetem. Azért, amit tett. Hé, itt menjünk. Erre. A szülei. Mindketten ugyanabban az évben haltak meg. Kért, hol szerezte? Ha? Úgy néz ki benne, mint valami öreg ember. A piacon találtam. Legalább most már nem csapnak be rohadt gyümölcsel. Látom, hogy mit csinálok. Hát, eléggé sovány piac volt ma. Azt hittem, kapok nyulat vagy valamit. Itt a visszajáró és a lista. Jobb, ha ellenőrzi. Megbízom magában. De az anyja nem. Tessék. Érdekes. Ismerősnek tűnik az írása. Pedig átlagos kézírás. Teljesen jellegtelen. Furcsa. Ugyanaz az érzés, mintha az ember már járt volna valahol. De mindegy. Berakná a pénzt a fiókba? Persze. Sajnálom, de nem tudtam aludni, és lejöttem egy kis vizet inni. És úgy rémlett, mintha valami zajt hallottam volna, talán egy patkány. Itt 3 éve nem láttam patkányt. Miért nem dobta ki ezeket innét? Hozzá se bírok nyúlni. De maga csak nyugodtan válaszol, ami tetszik.
Butaság volna hagyni, hogy itt menjen tönkre minden. Szegény asszony, képzelje csak el, milyen érzés lehet egy ilyen szörnyeteg anyjának lenni. Tudja, egyszer már eljutott arra a pontra, hogy visszakozzon, és ne menjen bele a dologba. De a bátyja nem egyezett bele. Egyszer. Tényleg megpróbálta. Eljátszotta a gyávát, persze. Egyszer mindenki eljátszhatja. Sokan megtesszük, csak később elfeledkezünk a dologról. Csak hogy az ő esetében ez nagyon látványos volt. Azt akarja mondani, hogy nem volt szerencséje. Igen. Egyszer mindenkit próbára tesz a sors, előbb vagy utóbb. És az ember csak akkor döbben rá, hogy milyen. És hogy kicsoda. És maga már tudja? Nem. De egy napon megtudom. Azzal viszont tisztában vagyok, hogy ő kicsoda. Gyilkos. Más vágyom nincs, mint pisztolyt fogni rá, amint elém kerül. Feltételezem, hogy utána majd meggyónik, és újra boldog lesz. Nem. De talán nem leszek majd ilyen fáradt. Fásult. És nem fogok félni az emberektől. Elkezdhetek élni. Hozok magának vizet. Köszönöm, ne fáradjon. Úgysem tudok már aludni. Nem fáradt? Nem. Nem ülnek fel? Nem, köszönjük. Manzsó kisasszony, ugyebár? A nevem Ross. Ez itt, Monsieur Perret. Láttam a piacon. Segít nekünk a ház körül. Legyen óvatos. Sok a kószáló idegen manapság. Fura alakok. De ő jó barát. Nem valami bőbeszédű az úr. Lehet, hogy el kellene kérnem az iratait? Úgy beszél, mint egy rendőr. Az a feladatom, hogy legyek résen. Még az ellenállás napjaiból maradt rá. A háborúnak vége. Ne kiabálj el. Most kezdődik. A kollaboránsok csak most kezdenek előbújni a kis fészkeikből. A németek fogságában volt, és ismerte a bátyámat. Akkor ismerte Sevelt is? Igen. Maguk barátok lehettek. Gyermekkorunkban. De később nem. Az ő családja előkelő. Az én szüleim csak parasztok. Milyen volt? Chavel. Magának való. Félt a lányoktól, retteget minden kockázattól. Miért nem kedvel minket a falu? Nem erről van szó. Csak épp nem hiszik el, hogy létezik olyan ember, aki hajlandó pénzért meghalni. Úgy vélik, a németek keze van benne. Pedig magáért tette. Nem lesz több bántódásuk, erre szavamat adom. Vasárnap este lesz egy kis tánckulacság. A vadász idény kezdete alkalmából. Jöjjön el, ha van kedve. Meglátom. Jé. Nem inna egy aperitifet? Ó, ne. Nem. Nem volt szokásom Párizsban, nem tett rá. Ó, és egy poágort? Nekem telik. Tisztességesen keresek. Köszönjük. Olyan furcsa dolog így üldögélni, mint valami ráérő új nő. Gondolni a jövőre? Hogy mihez fog kezdeni? Úgy értem, nem szeretne férhez menni? Hát nem nagy a választék erre felé. Ott van Rós, az ellenállás nagy hőse. És persze itt van maga. Igen. De maga visszatér majd a maga fajtájához. Talál egy állást és egy lányt a hivatalból, aki mindenhez ért. Én szeretnék itt maradni. Lehet, hogy el kéne mennünk arra a rendezvényre, nem? Én nem lelkesedek ilyesmiért, de maga menjen csak. Egyedül nem megyek. Pedig jó lenne.
Lefekszik. Barátságosak. Talán nem is gyűlölnek. Persze, hogy nem gyűlölnek. Hát akkor jó éjszakát. Nem kell a hátsó lépcsőt használnia. Maga itt nem szolga. Igen. Jó ét. Jó ét. Este az ebédlőben kéne vacsorázni. Miért élnénk úgy, mint a cigányok? Elvégre miénk a ház, nem? Először ki kell takarítani. Majd én megcsinálom. Van az egész élete. Ez itt ő a bölcsőben. A keresztelői. Igen. Ez a pap még mindig itt él. És itt. Ez itt Jean-Louis első áldozása. Ugyanaz a pap. Egyszer itt járt nálunk. Mondta, hogy Chavel gyakran meghívta őt vacsorára. Anyám pedig közölte vele, hogy itt nem lesznek többi nagy vacsorák. Micsoda egy kompánia.
Gonosz hideg szemek. Nem csoda, hogy olyan lett, amilyen lett. El tud képzelni róluk emberi dolgokat. Táncoltak, csókolóztak. Hogy szerelmet vallottak. Vajon hogy mutatták ki, hogy szeretnek valakit? Biztos kifejezték. Valahogy. Mint maga. Vagy én. Azt hiszem, ez rós lesz. Jött tiszteletét tenni. Nyissa ki még mielőtt az anyám kiabálni kezd. Igen. Ki az? Jean-Louis Chavel. Kicsoda? Chavel, nem itt nagyon, nagyon esik idekint. Ki az? Chavel. Ne haragudjon, hall engem? Azt mondja, Jean-Louis Chavel. Kérem. Eresse be. Hogy? Bocsánat, hogy csak úgy betörök bejelentés nélkül. Mit akar? Menedéket, meg egy kis ennivalót. Maga Chavel? Jean-Louis Chavel? Igen, az. Chavel. Mindig tudtam, hogy egy napon eljön majd. Remélem megengedi, hogy... Azt hiszem, hogy jobb, ha elmegy. Nem lehet, keresnek fegyveresek, akik úgy nevezik magukat ellenállók. Miért? Mert most lehetőség nyílt a leszámolásra. Akinek ellensége volt, most könnyen kollaboránsnak bélyegezhetik. De maga ki tudja ezt védeni? Hisz német fogságban volt. És halálra ítélték. De ők erre biztosan azt felelnék, hogy besúgónak raktak oda. Nem volt helyes, hogy ide jöttem, de az üldözött vad is mindig arra a helyre menekül, amit ismer, az otthonába. Sajnálom, én elmegyek. Igen. Jobb, ha elmegy. De másokom is volt, hogy ide jöttem. Hoztam egy üzenetet Manzsó kisasszonynak a bátyjától. Üzenetet? Bocsásson meg, uram, de maga... Nem ismer rá? Hisz ugyanabban a börtönben ültek. Jean Perret vagyok. Hát persze. Ezért tűnt nekem olyan ismerősnek az arca. Tényleg ő Chavel? Ó, igen. Igen. Ez Chavel. Ó, nem volt helyes visszajönnöm. Én kérem, bocsássanak meg nekem. Bocsássanak meg. Azt mondta, üzenetet hozott a bátyámtól. Azt akarta, tudja meg, hogy szerette magát. Úgy gondolta, ez a legjobb, amit magáért tehet. Bocsásson meg, kisasszony, én gondolhattam volna, hogy ez az ajtó többé soha nem áll nyitva nekem. Nem kell elmennie. Egy kutyát sem vernék ki, jelesőben. Maradjon reggelig. Nagyon kedves. Át kéne öltöznie. A szobájában mindent megtalál. Úgy, ahogy ott hagyta. Ezt álmodni sem mertem, hiszen már nem is az én szobám. Köszönöm. Ki az? Mi ez a zaj? Anya, nincs valami jól. Nem mondom el neki, hogy maga kicsoda. Nem bírnál a sokat.
Ki ez? Valaki, aki ismerte Michelt. Megint egy, aki ingyen ételt és alamizsnát akar. Kíváncsi lennék, hogy a fiamnak hány barátja volt, amikor még szegény volt. Megengedtem, hogy ma éjszakára itt maradjon. Hogy hívják? A nevem Tupár, asszonyom. Filip Tupár. Ismerte a fiamat? Igen, sokat mesélt magáról. Igazán büszke lehet rá. Az is vagyok. Felkísérne, uram? Sok beszélgetni valónk van egymással. Ki az ördög maga, és mit keres itt? Nézze, fogalmam sincs, mi folyik itt. De én nem akarok más csak. Szállást éjszakára. És semmi galibát. Épp útban voltam Svájc felé, amikor belekeveredtem egy elég, hát, mit mondjak, csúnya ügybe a rendőrséggel. Okosabbnak tartottam, ha meghúzom magam néhány napig. Megnézhetném egy kicsit az óráját? Volt a börtönben egy férfi, akinek ilyen órája volt. A neve... Breton. Igen, akkor maga a fia, akit emlegetett. Igen, én igénybe vettem minden befolyásos barátomat, hogy kihozhassam a börtönből. Azt hittem, hálás lesz érte. De amikor megtudta, megfenyegetett, hogy kidob a házából, kollaboránsnak nevezett... Addig hisztizett, amíg szívrohamot kapott. Mi hozta ide? Emlékeztem egy történetre, amit egy férfiről mesélt, akivel együtt ültek, aki megvásárolta az életét. De hát maga is tudja, hisz ott volt. Gondoltam, esetleg megér egy próbálkozást. John! Segítene! Anya nem jól van. A szobájába viszem a levesét. Monsieur Chavel? Ó, nem. Ez a hely a magáé. Megtalált mindent? Tökéletes, rendben. Friss, tiszta ruhát, mindent. Őszintén hálás vagyok. A származását tekintve, ön ugye párizsi mazsókisasszony, vagy rosszul emlékeznék? A szüleim normandok, de mi már Párizsban születtünk. A bátyám is én. Jaj, a kenyér. Miből gondolja, hogy ezt megúszhatja? Hát szerintem Chavelnek nem lenne képe hazajönni. Én gondoltam, megteszem helyette. A faluban mindenki tudni fogja, hogy maga nem Chavel. Vállalnom kellett a kockázatot. Bevallom, tetszik a barátunk stílusa. Ez a legjobb leves, amit életemben ettem. Szóval, mit akar? Ki vele? Miért asszisztál a történetemhez állandóan? Hogy segítsek a lányom. A fejébe vette, hogy egy napon Chavel megjelenik itt. Ez már szinte a mániája lett. És úgy gondoltam, hogy ez talán
meggyógyíthatja, elkezdhetne végre élni. Tudja, egy kicsit elhamarkodtam a dolgot, amikor azt mondtam, hogy reggel elmegyek. Észrevette, milyen szemekkel nézett rám? Ne felejts el, hogy gyűlöli Chavelt. Igen, de én nem vagyok Chavel. Mármint nem az igazi, én csak az a Chavel vagyok, akit kitalált magának. Nem az unalmas való, hanem az ideál. Szembe köpte magát. Láttam egy darabot, még Párizsban, Shakespeare-től, ahol ugyanez történt. A király megölette valamelyik asszony férjét, és aztán a szószoros értelmében a szoknyája alhányul. A színész megtörölte az arcát a ruhája ujjával. Most is bennem van, ahogy csinálta. Nagyszerű alakítás volt. Maga jó színész lett volna. Ha az ember saját magára van utalva, könnyen beletanul, hogy mindenki számára más legyen. Én is beletanulhatnék abba, hogy én legyek Jean-Louis Chavel. Erre nem lesz alkalma. Hajnalra eltűnik innen. Erről kezeskedem. Persze, ez most nagy csapás lehet a maga számára. Ezt hogy érti? Nos, hogy úgy mondjam, a vak is látja, hogy maga nem egészen azonos önmagával. Maga megőrült. Nem, ez tökéletesen érthető, mert ugye itt van maga, egy férfi, akit 3 évre börtönbe zártak, és kitalált itt egy fiatal nőt. Elég csinos, de nem a maga osztálya. Olyan a maga esetben, mint egy szigetelt évet hajó törötté. Miért nem játszott el a szerepét, vagyis a hőszerelmest? Hát nem éreztem, mennyi érzelem volt a levegőben. Hála nekem. Ó, Istenem, de fáradt vagyok. Eloltaná a villany, mielőtt kimegy? Anyának rohama volt az éjjel. Nagyon rosszul van. Miért nem hívott? Mert nem engedte. A papot akarja. Azt mondtam a múltkor, hogy egyszer mindenkit próbára tesz a sors. Emlékszik? És akkor kiderül, hogy milyen. Én gyáva vagyok. Szakasztott, mint ő. Egyfajták vagyunk. Amikor eljött az idő, én sem álltam ki a próbát. Miért kínozza folyton magát ezzel? Hisz tudja, mit fogadtam. Le kellett volna lőnöm. Nem lehet befogadni valakit. Aztán fogni egy fegyvert és hideg vérrel lelőni. Miért nem? Ő is ezt tette Michellel. Most már nem kell többé Chavellel leszámolnia. Elment. Mikor? Kora reggel. Nem vártam volna.
Maga küldte el. Michel most már tényleg halott. Nem is tudom, hogy boldogultam volna egyedül. Elhívná a papot? Hogy nem. Kíváncsi vagyok, hová megy Chavel? Valószínűleg Svájcba. Éjszaka, amikor bementem anyámhoz, nagyon meg volt rémülve. Azt akarta, hogy imádkozzak érte. Letérdeltem. Elmondtam, amit ilyenkor szoktak a vétkek megbocsátásáról. Borzalmasan éreztem magam. Eszébe se jutott a megbocsátás, amíg nem látta. Nehezebb gyűlölni egy ismert arcot, mint egy elképzeltet. Elmegyek a papért. Lerövidítem az utat a földeken át. Gyilkosság. Meggyilkolták és kirabolták Jean-Pierre Tupart. Az alábbi kollaboránsokat körözi a rendőrség. Breton. Igen, igen. Ki az, mi az? Miről van szó? Ne haragudjon, hogy zavarom, atyám, Madame Manzorról van szó. Ó, igen, igen, már számítottam valami ilyesmire. A szívével van baj. Igen, azzal. És mondja, esik oda ki? Nem esik. Akkor jó, nagyszerű, igazán nagyszerű. Kérem, ne haragudjon, hogy magára török megint. A faluban hallottam, hogy mi történt az édesanyjával. Igazán sajnálom, remélem nem az én jelenlétem okozta. Semmit sem tud magáról. Ó, akkor jó. Nem akarom tetézni a bajait. Beszéltünk róla is. Akkor éjjel. Tudja, amikor a bátyja meghalt. Éjjel? Éjjel halt meg? Igen, hát persze. Éjjel. De Jean azt mondta, hogy reggel halt meg, 7-kor. Attól tartok, hazudott. De miért hazudna? Mert talán azért,
rosszabbnak tüntessen fel, mint amilyen vagyok. Elvégre kegyetlenebb dolog hagyni egy embert úgy meghalni, hogy előtte egy egész éjszakán át gondolkodhatott. Igen. Igaz, hogy egyszer megpróbált visszakozni? Igen, de még egyszer már nem volt alkalmam, mert elvitték. Tudtam, hogy éjjel történt. Éreztem a fájdalmat. Miért mondta, hogy... Maga nem ismeri azt az embert. Az egy szélhámos, csaló. Amit maga csinált, az se különb. Sok minden van, amit még nem érted meg. A bátyja halálos beteg volt. Tudom. És nagyon szerette magát, aggódott, hogy mi lesz majd a sorsa, szóval, hogy a pénz, meg a németek. Sokat beszélgettünk, mutatott egy fényképet is. Nem is volt rólam fényképe. Ó, illetve, ó, igen, már emlékszem, egy újságból kitépet kép volt, egy utcai jelenet, egy szép lány, akit félig elrejt. A tömeg, gondolom, hogy magára emlékeztette, a börtönben furad dolgokat művelnek az emberek. És akkor megkért, hogy vegyem meg tőle az üres céduláját. Mi? Ő kérte magát? Nézd, tudom, hogy gyáva vagyok, hogy elfogadtam az ajánlatát, de ha ennél is nagyobb lenne a bűnöm, gondolja lett volna, merszem maga elé állni. Nem várom el, hogy higgyen nekem. Miért is inne? Viszontlátásra és Isten áldja. De van még egy dolog, amiről hasznosabb, ha minél előbb értesül. Azt hittem, elment. Úgy döntöttem, hogy maradok. Hosszan elbeszélgettem a lányjal. Beadtam neki az én verziómat a végzetes éjszakáról. Nagyon tisztességtelen dolog, de hát ilyen az élet, nem? Nagyon dühös. Nem akarja többé itt látni magát. És magát igen? Hát nem nagyon van más választásra. Beszéltem neki a máciusi dekrétumról. Nem hallott róla. Maga sem igaz? E szerint jogtalan minden tulajdoncsere, ami a német megszállás ideje alatt jött létre, és amit az egyik fél vitat. Ez az igazság, de nem én találtam ki. Egy szóval a birtok újra az enyém. Nem tudom, mi hasznát venni, hiszen menekül, kollaboráns és gyilkosságért körözik. Á, szóval látta a plakátokat. Ó, én csak addig használom a jogaimat, amíg el nem indulok Svájcba. Majd elcsitulnak a dolgok. Az én helyzetemben még egy napi menedék is sokat számít, vagy egy hét. Akárhogy is, a legfőbb ideje, hogy eltűnjön innen. Gondolja, hogy én egy szót se szólok majd? Ó, én ezt nem tanácsolnám. Nem szeretném, ha a lánynak bántódása esne, és ahogy mondtam már, úgyis köröznek gyilkosságért. Szóval nincs vesztenivaló. Gondolja, hogy Chavel előkerül, kitelik tőle? Igen, szerintem már útban is van. Nos, ha a helyzet rosszabbra fordulna, van nálam pisztoly. Igen, egy pisztoly. Úgyhogy csak ne szőjön okos terveket. Mert először a lányt lövöm le. Jó, ha az eszébe vési. Egyébként nagyon kihozta a sodrából a sok hazugság, amivel traktálta. Milyen hazugság? Hát, hogy a bátyja reggel halt meg. Hol van most? Az anyjánál van, de jobb, ha nem zavarja. Csak szedje a cókmókját és pucoljon el innét, szép csendben. Térez, beszélnem kell magával. Nem akarok több hazugságot. Most már tudom, mi az igazság Michel haláláról. Elmondtam, mi az igazság. Igazán? Éjjel halt meg. Éreztem a fájdalmát. Ügyelj rám, nem úgy történt. Atya, igen, nyugodj meg. Rögtön. Anyának szüksége van a papra. Bocsásson meg. Már is megyek.
Erre tessék, atya. Szeretett testvér, átadlak téged a teremtődnek, hogy miután lefizetted a halálban a természet adóját, visszatérj hozzá, aki a föld sarából alkotott. Könnyű halála volt, haláltusa nélkül. Ugye tudja, hogy el kell hagyni a házat, bizonyára megérti. Vagy pedig a lánynak kell maga mellé fogadnia valakit a faluból, társaságnak. Ezt neki kell eldöntenie. Én tudom, de nagyon fiatalka még, egyszerű teremtés. Igen, de Párizsban sok mindent tapasztalhatott, nem egyszerű vidéki lány. Az egyik hely olyan, mint a másik, nem függ mástól, csak nézőponttól, meg egy kis bölcsességtől. 50 éve élek ezen az Isten háta mögötti helyen, és nem sok dologról maradtam le. Fontos dologról nem. Maga tanult embernek látszik, mi a véleménye? Olyan terület ez, ahol egy papnak nincs hatásköre? Miről beszél? Az emberi természetről beszélek. Tudja, fiam, én sok embert hallgatok meg. Nap, mint nap férfiakat és nőket, és higgy el, óhatatlan, hogy meg ne tudjak egyet s mást az emberi természetről. És ő most könnyen rabja lehet valami hamis érzelemnek. Az anyját gyászolja. Ó, ezekben az érzelmekben van valami közös. Az emberek a háborúban sok mindent vesztettek. A szeretteiket, a vagyonukat, és ez kiszolgáltatottá tette őket. De maga nem akar ebből hasznot húzni. Ugye, fiam? Bízhat bennem, atyám. Csak térezjavát akarom. Uh-huh. Akkor jó. Jó. Nagyon jó. Miért nem hagynak egyedül? Hisz egyedül van. Teljesen egyedül. De többé nem kell egyedül lennie. Nagyon sokáig gyűlöl, de most már vége. Most már semmiért sem kell aggódnia. Soha többé. Olyan fáradt vagyok. De most már pihenhettél ehhez. Azt hittem, megbízhatom Jeanban. De hazudott nekem Michelről. Bennem megbízhat, mert én elárultam a legrosszabbat. Mindent, amit tudnia kell. Igen, azt hiszem. Térez. Nem tudtam, hogy itt van. Épségben hazakísérte az öreget? Itt az ideje, hogy megmondjam, ki vagyok. Én vagyok Jean-Louis Chavel. Maga megőrült. Ez az ember itt nem Chavel, hanem egy kollaboráns, akit gyilkosságért is köröznek. Ez megőrült. Nem értek már semmit. Honnan tudjam, hogy melyikük hazudik? Nyilvánvaló, hogy ő hazudik, hiszen felismert, amikor megérkeztem. Nem mertem elárulni, hogy ki vagyok. Térez, tudtam, hogy gyűlöl is Chavelt. Mikor ez az ember idejött, örültem, hogy átadhatom neki a szerepem. Igen. Féltem, ugyanúgy, mint amikor a bátyját a halálba küldtem. Mit zagyvál ez itt össze? Takarodjon végre a házamból! Mi az ördögöt művel? Gyerekkoromban gyakran játszottam a barátommal, aki a szántóföldek túloldalán lakik.
Igen, fogtam egy kis zseblámpát, vagy ha napfényes idő volt egy tükröt, és üzenetet küldtem. Volt egy tréfás üzenet. Az indiánok támadnak. Vagyis azonnal gyere. Bolondá akar tenni. Ez a régi barátom most is a földek túloldalán lakik. Ross, az ellenálló. Emlékszem, ilyen tájt szokott kimenni a teheneihez. Mindjárt észreveszi a villogó fényt, a régi rejtjelet. Azonnal gyere, és tudni fogja, Chavel visszajött. Ezt az üzenetet senki más nem küldheti. Maga csak blöfföl, nem fog jönni. Ross találkozott magával többször is. Nem nézett meg, jól emlékszik? Nem látott. Csak egy toprongyos idegent. De ebből az üzenetből tudni fogja, hogy visszajöttem. Dobja el azt a lámpát! Mondja meg, hogy dobja el, különben lelövöm! Dobja el! Megsebesült? Semmi baj. Maga tényleg Chavel? Igen. De ez sem volt igaz. Az üzenettel kapcsolatban. Sosem villantott kétszer ugyanúgy. Ez az utolsó hazugság, Thérèse. Ígérem. El kellett érnem, hogy rám lőjön. Most már nem jön vissza. De megszökik. Nem. Ross és a többiek majd elkapják. Most már nem lesz baj. Szobámban az asztalon talál egy borítékot. Tegy el. Szüksége lehet rá. Megírtam a végrendeletemet. Igen. Minden a ház, minden a magáé. Most már nem számít. De igen. A dekrétum. Menj el Rosshoz, ő majd segít. Istenem. Thérèse. A gyűlölet elmúlt. Akkor jó. Akkor jó, Thérèse. Most már. Jobb lesz. Magára. Magyar szöveg Takács Flóra, dramaturg Horváti Blanka, hangmérnök Kenész Tamás, vágó Katócs Katalin, felvételvezető Gertner György, gyártásvezető Rozsnyai Ilona, szinkronrendező Bajomi András. A szinkron a Hungarovideo stúdiójában készült 1990-ben. Producer Cikó Gábor.